Na, itt is vagyok, és akkor most egy kicsit a japán romantika után Koreába utazunk, ugyanis most Kimcsi kisasszony meghív minket egy érdekes utazásra, amelyen együtt fényderítünk arra, hogy hogyan és mire is tanít a K-pop. Fogadjátok sok szeretettel! Annyeonghaseyo! Köszönöm szépen! Egy kicsit nagyobb ovációra vártam, de alapvetően nem sokan ismertek, úgyhogy mielőtt még bemutatkoznék, remélem, hogy a lámpáktól majd látni fogom, meg hallotok-e rendesen. Az első kérdésem az lenne, felvezetve ezt a témát, hogy ki az, aki K-pop rajongó itt? Tegye fel a kezét. És a többiek miért vannak itt? Nem, ez az előadáson. Jó. Alapvetően mindenki számára érdekességgel készültem, annak is, aki rajongó, annak is, aki esetleg szkeptikus a K-poppal kapcsolatban, hogy ő bármit is meg tud tanítani. Továbbá azoknak is, akiknek semmi közük nincsen erről, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog. Akik rajongók, azoktól kérdezem, hogy mikor lettetek rajongók, aki most 2020 és 2023 között, tegye fel a kezét. Aha. Jó. Aki 2017 és 2020 között. Jó. És aki 2017 és 12 között. Van-e ilyen itt? Esetleg? Jó, oké. Na és a legbátrabb kérdésem következik, 2012 előtt. Jól van. Ennél messzebbről fogjuk kezdeni az egészet. Mit tanít a K-pop, mit és hogyan, csak ne ejtsem le a könyvemet, amiről beszélni fog. Egy kis, oké, szuper, működik. Ezekről a pontokról fogok beszélni. Először is arról, hogy mit nem tanít a K-pop. Tudunk tippelni, hogy mit az, amit nem tanít a K-pop. Hogyan jutunk el egy bizonyos üzenettől egy bizonyos üzenetig? Ebben mik voltak a bukások, és hogyan jutottunk el a sikerekig? Majd végül meg fogjuk nézni, hogy miért is írtam azt fel, hogy olvassatok, és miért van vajon nálam két darab könyv. Egyébként az egyik koreai. Nézzük is meg előtte, hogy ki is vagyok, mert én egy új arcnak tűnök ebben a közösségben, annak ellenére, hogy én 2008-ban voltam az első AnimeConomon, szintén a MAT rendezte a Pecsába, nem tudom, hogy tudjátok-e még, hogy a Városligetben volt egy Pecsa, igen. Na, az tényleg élmény volt, és onnan elindultam egy olyan úton, hogy japán szakos lettem, utána koreai szakos lettem, Japánban éltem, Koreában éltem, és végül ott jutottam ki, hogy hazajövök, mert azt vettem észre, hogy a koreai oktatás az elkezd menni egy olyan irányba, ami nem feltétlenül jó. Úgyhogy ezért hoztam létre a Kimcsi kisasszony koreai műhelyét, aminek a standját egyébként a kis színpad felé vezető úton találjátok majd, hogy hitelesen, egyszerűen, értetően és őszinte tapasztalatokkal adjak át tudást nektek, akik Koreával kapcsolatban szeretnének többet is megtudni. És akkor kezdjük is ott, hogy mit nem tanít a K-pop. Hát nem tanulsz meg tőle koreaiul. Ez valószínűleg nem egy új dolog. Amit viszont koreaiul meg tud tanítani, az az, hogy a passzív szókincsedet borzasztóan megemeli, amit majd később irányzott tanulással be fogsz tudni építeni a tényleges beszédedben. Ezért tényleg nagyon jó. Utána, amit szintén nem tanít meg, és ez sajnos a mai napig is még megvan a K-popban, az a helyes testkép. Főleg ugye ez a fiatal lányoknál, és akár hiszitek, akár nem, a fiúknál is beüt. És ettől ugye bizonyos rossz testkép alakul ki majd a fiatalokban, amit ugye ezt tovább viszik maguknak felnőtt korra. Továbbá az egészséges életmód. Ugye az idolok, akik ugye a K-pop énekesek, táncosok, azok nagyon nagy stressz alatt élnek, és ez nem egy követendő példa, mert borzasztó egészségügyi állapotba tudnak kerülni. Például régen, a régi korszakban, az 1900-as években, 2000-es években megfigyelhetünk olyan előadásokat, ahol így táncolnak a főszereplők, és mellette a háttértáncos, vagy konkrétan a bandának az egyik tagja elájul, vagy epilepsziás rohamot kap, és ott marad, és nem csinálnak vele semmit, és utólag egy ilyen 5 perccel később húzzák le a színpadról.
ez már, hála jó Istennek, 2023-as időre javult, úgyhogy odafigyelnek. Sőt, majd látni fogjuk az előadás során, hogy erre indult is egy konkrét kampány, hogy ez ne történjen meg. Na most hoztam egy példát arra, hogy miért nem tanít meg koreaiul a kápol. Ez a Blackpinknek a Pink Venom című számának a dalszövege. Hány százalék itt a koreai? Kérdezem én. Több diákom is van, mert alapvetően magántanár vagyok, és az egyik a legfiatalabbal, erről még nem nagyon tudok beszélni, mert ő 11 éves, de hogy a tinédzserekkel, 17-18 éves egyik lányom azt mondta, hogy nézd meg, Reni, a régi ebbek sokkal jobbak voltak, mert most már csak ennyi van benne, hogy ratatá. Alapvetően jó ez a dal, mert hangzatos, de maga a dalszöveg, azzal nem megyünk túl sokra. A másik probléma, ami nagyon sokszor előfordul ugye a K-pop dalszövegekben, és ezért is nehéz belőle koreaiul megtanulni, azok a rövidítések, borzasztó szlenges összevonások, egyébként, hogyha már közép vagy felső fokon tudsz koreaiul, zseniálisak. Szóval ezeket nagyon érdemes megtanulni, viszont nagyon kislillabizálhatatlanok egy kezdő számára. Hamis testkép, plasztikai műtétek. Ezt nem is kell szerintem magyarázni, még annak se, aki ebben nincsen benne. Meg az anorexia, pontosan. Ugye pont a Le Sserafim nagyon cukik, meg tetszik, hogy végre van egy olyan dal, amit végig tudok hallgatni. De nézzetek már rájuk. Szóval én tényleg sajnálom őket. És az a fura, hogy láttam egy olyasfajta tendenciát a 2012-es és 2017-es korszakban, azért is kérdezgettem, hogy ki mikor lett rajongó, hogy ettől kezdtünk egy kicsit elszakadni, viszont úgy látom, hogy kezdünk visszamenni, hogy a férfiaknak ugye az ideája az a ropi. Viszont ugyanez a fordított esetben a fiúknál, hogy plasztikai műtétek folyamatosan, minél lányosabb arc. Egyébként ez érdekes, nekem is a párom elsőként, ha látott, meg a mai napig is egyébként, ha lát egy koreai bandát, akkor megkérdezi a fiúknál, hogy ezek lányok? És sajnos igen. Szóval ez a túlzásba vitt, megvan a közép irány, hála jó Istennek, megvan tarta, de sajnos azt veszük észre, hogy teljesen beteges testkép alakul ki az idoloktól a fiatalokban is. Oké, de milyen fejlődést láthatunk ebben, mármint ugye alapvetően az üzenetben, hogy eljutunk a kockás hastól a jótékonyságig. Na már most, aki régebb óta rajongó, az tudhatja, hogy ezt hogy tudtam egy lapra felírni alapvetően. Aki pedig új, ő tudni fogja, hogy mi az a jótékonyság a végén. Alapvetően K-popról hivatalosan 1992 óta beszélhetünk, és ő az első ilyen banda, az a Sotaji and the Boys volt. És ebben az időszakban, hogyha kicsit tovább megyünk 2003-ra, Boa, aki egy szóló énekesnő volt, és a TVXQ bandának az üzenete, azt mindjárt mutatom képen, hogy mi volt, hát nem mondanám, hogy éppen azt fogom levenni egy K-pop dalból, hogy én mennyire értékes vagyok. Aztán eljutottunk a középpontig, 2012-ig, ahol elkezdünk látni egy fejlődést afelé, hogy a populáris, tényleg, szóval ugye K-popba nem tartozik bele a ballada kategória, ahol tényleg ilyen mély érzelmű, művészi dalszövegek vannak. De itt megfigyelhetünk egy változást, és ráadásul a világ legbefolyásabb dalában is észrevehetünk egy üzenetet. Hát kíváncsi leszek, hogy ezt tippeltétek, hogy melyik dal ez. Majd eljutunk 2017-ig a BTS-ig, ugye Bangtan Sonyeotang, bandáig, akik olyan szinten átformálják a K-popot a mai napon, még a mai napon is, mert most is történnek egy csomó K-poptól már sokkal nagyobb dolgok a gazdasági téren is, amit a Hype cég csinál, hogy eljutunk egy olyan üzenetig, amire azt mondom, és szerintem az előadás végére ti is azt fogjátok mondani, hogy no lám, elkezdtünk valami értékesről beszélni? Nézzük meg, először mi volt a lényeg? Ha-ha! Lányok, ezt persze a dalszövegért nézzük, ugye?
főleg a TVXQ-t. Itt nagyon a külsőségekre mentünk rá a 1990-es évek és 2000-es évek elején. Nagyon arra ment a dalszöveg, hogy szeretlek, imádlak, utállak, nézd rám, leány, megölöm magam, mert nem szeretsz, ami az előző előadást is hallgattam, hogy erről volt szó, a szerelemről és túl a romantikán. És itt tényleg maximum, ha vannak ilyen ugye kislemezek meg nagylemezek, van annak egy vezető dala, abban nem voltak annyira kemény ilyen társadalom, kritika, meg ilyesmi. Maximum, hogyha ilyen mélyérzetű, tényleg üzenettel rendelkező dal volt a lemezen, az maximum a nagy lemezen fordulhatott elő, de az se biztos, hogy elénekelte mondjuk a művész a koncertjén. És utána jön 2012, amikor hirtelen elindulunk egy olyan irányba, hogy üzenetet szeretnénk átadni a fiataloknak, mert megérzi a K-pop, a populáris ugye zene, hogy van hatása a fiatalokra, és neki ezzel élnie kell. Alapvetően két irányba mondhatjuk, vagy az, hogy rosszul használjuk ki, mert kell a pénz, vagy a jó irányba használjuk ki, hogy tényleg értéket adjunk nekik. Az előző előadásnál is volt ugye Japánnál az öngyilkosság. Korea első helyen van, és csak utána Japán. Harmadik helyen Magyarország. Úgyhogy, igen, ezen nem egy jó ráta, viszont előadás végére szintén látni fogjátok, hogy mennyire változott ebből a szempontból is a K-popnak ehhez az öngyilkossághoz való hozzáállása. Mi a középső szám? Ki az, aki ezt nem ismeri? Na, a Psy, Gangnam Style. Világ YouTube. Házi feladat, első. Feladtam. Azt hiszem tegnap, vagy tegnap előtt láttam, hogy valami már billió, már a YouTube se tudja kiírni. Vagy az, emlékeztek rá, hogy a YouTube direkt ezért módosította az algoritmusát, hogy ki tudja írni, hogy hányan látták a Gangnam Style? Azt nem tudom, hogy emlékeztek rá. Viszont, hogyha a dalszövegét, valaki tudja, hogy ez amúgy miről szól? Kezet, valaki, aki tudja, kezet fel. Azon kívül, hogy táncolunk. Igen. Egyrészt igen, Gangnam ugye Szojulnak egy város része, az egyrészt igen, viszont a második részében Psy-nak a koreai zeneiparban lehúzott kemény életéről szól. Ergo olyan szinten belemondja az arcodba, hogy ez mennyire, már bocsánat, szar volt, hogy nem veszed észre, mert hogy mi a gond, ami egyébként az EXO-nak a debüt számánál is volt, erről később ki fogok térni, hogy oké, hogy a dalszövegben már valamilyen komolyabb üzenetet szeretnénk átadni, de ezt a képi világ nem adja vissza. És mi viszi el a klippet? A képi világ, nem pedig a dalszöveg. Főleg, hogyha már külföldre elterjedt, az meg pláne nem fog tudni koreaiul, ergo nem is fogja érteni sajnos a dalt. A B.A.P.-t azért hoztam, mert ő volt az első, akinél a hat dalszöveg és a képi világ egyesült, ergo átjött az üzenet, és akkora nagy sikerük volt, ami az EXO-t teljesen le is nyomta. Ez a Warrior című számuk volt, ők is ugyanúgy a fiataloknak a küzdelmeit, az öngyilkosságot, a hatalmas stresszt állította a középpontba, viszont ők olyan hát táncos, de amúgy videóklipet hoztak rá, hogy ez átjött, és nagyon szerették, és nagyon nagy erőt adott a fiataloknak. Az EXO-nál meg az volt a baj, hogy szintén, mint a Psy-nál, ott volt a dalszöveg, volt üzenete, de elvitte a képi világ. Abszolút szó nem volt arról vizuálisan, hogy mit akarnak átadni. Úgyhogy ezek után, amiket elmondtam, el tudjátok képzelni, hogy idáig jutunk, hogy az UNICEF-fel egy K-pop banda egyesül? Most őszintén. Én nem gondoltam volna, hogy idáig fogunk menni. A BTS banda 2017-ben elindított egy olyan kampányt, amit úgy hívnak, hogy Love Myself.
Vagyis arra megy ki, hogy a fiataloknak segítenek feldolgozni, megelőzni a bántalmazásokat, az iskolai bántalmazásokat, az internetes bántalmazásokat. Világszerte vannak találkozók, ahol segélyszolgálatokat állítottak fel, és az a durva, ugye én is voltam K-pop rajongó, tudom, hogy ez hogy működik, hogyha XY idol valamilyen könyvet olvas, arról is lesz egyébként szó, vagy valamilyen rúst használ, akkor én bemegyek a boltba, és az nekem kell. De most. Azért, mert hogy ő csinálta, és én akarok rá hasonlítani, és nem jutok el agyilag azért odáig, hogy én ezt majd magamba hogy fogom beépíteni, mert fiatal vagyok. Én arra figyelek, hogy nekem legyen egy példaképem. És ebből a szempontból az, hogy a BTS ezt elkezdte, jó, persze nem ők is tettek érte, hogy ez elkezdődjön, de főleg ugye a cégnek az első számú ilyen jótékonysági célja volt, ez mai napig működik, és segíti a fiatalokat világszerte, hogy ne jussanak el az öngyilkosságig. Na és nézzük a bukásokat, amiről az ebből is beszéltem. Mi volt baj az EXO-nál? Az EXO volt az első, akinek a dalszövegébe szó szerint le volt írva, hogy miért nézitek folyamatosan a képernyőt, mikor fogunk újra egymás szemébe nézni. Ugye okostelefon függőségnek az első számú problémája, hogy az egymás közötti kapcsolat az teljesen megszűnni látszik. Erről van egy teljesen külön előadásom, hogyha valakit mélyebben érdekel a grafokok meg mindenféle felmérés. De alapvetően ugye nem jött be ez az üzenet, mert hogy mi volt a képi világ, hogy van 12 srác, akik egy másik bolygóról jöttek, nekik szuper erejük van, és ebben hol van elmondva, hogy itt amúgy egy társadalom, nagyon komoly, nagyon súlyos társadalom kritika van a dalszövegben? Sehol. De legalább azt láthatjuk, hogy elindultunk egy olyan irányba, hogy szeretnénk többet közölni a rajongók felé. Egyébként érdekesség, ugye utána odaírtam, hogy valaki ismeri az EXO-nak az Ürürong című számát, na az bejött. Szóval az annyiról szólt, hogy beöltöztették őket iskolás fiúknak, és akkor megyek a csaj felé, mint egy farkas, és akkor na. Szóval átváltottunk a társadalmi kritikából, az sikeres is lett. Viszont itt az volt a baj, hogy maga a becélzott életkori skála nem volt még felkészülve arra, hogy ők szembesítve legyenek a körülöttük lévő világgal. De érkezett a BTS. Alapvetően most csak ezt a két bandát emelem ki, ettől függetlenül rengeteg, de tényleg rengeteg csapat van, akik szintén elindultak ezen az úton, és szintén a dalszövegeikben nagyon komoly üzeneteket fogalmaznak meg, viszont a idő rövidsége miatt erre nem tudok kitérni. Úgyhogy ezért is emelem ki a BTS-t. Ők a kezdetek kezdetén 2013-ban debütáltak. Ők meg voltak dobálva sárral, szóval ők nem voltak ennyire népszerűek, mert hogyha most teszem azt, valaki van itt olyan, aki totál nem tudja, hogy ez az egész micsoda, de a BTS-ről hallott valamilyen úton, módon. Na, azért vannak páran, igen. Úgyhogy ők nekik már a kezdetektől fogva művészek voltak, ergo a dalszövegeik őszinték voltak. Társadalmat kritizáltak, város kritizáltak, mert a BTS-nek több tagja vidéki egyébként. Az egyik nagyon elhíresült rappük, az például arról szól, hogy három tájszólásról beszélnek, és abban a tájszólásban, például, hogyha kivételesen mit tanít a K-pop, ha valaki meg akarja tanulni a tájszólásokat, koreai tájszólásokat, akkor ebből a dalból megteheti, mert ez tényleg nagyon jól bemutatja. Viszont mikor kezdett el a BTS először otthon, majd világszerte is népszerűségnek örvendeni, amikor elkezdtek olyan koncepciókat, egy koncepció úgy néz ki, hogy vannak kis lemezek, meg vannak nagy lemezek. És ezekhez ők csinálnak, egyébként a marketing, a koreai marketing borzasztóan jó dolog, érdemes lenne kutatni is, hogy elkezdik felépíteni a nagy címadó klippet. Ezhez csinálnak előzeteseket. Viszont a BTS kezdte el azt annyira komplexen elindítani, hogy gondolkozzál. Szóval, úristen, mi fog történni a következőben, ez milyen szimbólum volt, ez mit jelenthet,
Ő azt csinálta azzal a tárgyal, ez mit jelenthet, és nem csak egy nagy lemez, egy koncepción keresztül csinálták ezt, hanem konkrétan 5 koncepción át te gondolkodhattál teóriákon, hogy mi fog történni következőleg. Szóval anélkül, hogy te észrevennéd, elkezdett téged gondolkodtatásra serkenteni a K-pop. Na már most a mai világunkban is ez az első számú nagy hiány az emberekben, a tudatosság és az önálló gondolkodás, és az, hogy ezt valaki, mint populáris kultúrában megcsinálta, úgyhogy észre se veszed, ez hatalmas nagy előrelépés volt a K-popban. Na. És hogy jutunk el oda, hogy olvassunk? Miért hoztam én könyvet magammal? A BTS, és egyébként utánuk már több banda is megpróbálta ezt, az egyik nagy lemezét konkrétan egy könyvre húzta fel. Erről ki tudott? Hát nem sokan. Aki igen, az oké. Szóval képesek voltak, az egyik tagjuk egyébként, nagyon szeret olvasni a többiek is, de az egyik kifejezetten, és az egyik ilyen műsorban lehetett látni, hogy ő ezt a könyvet olvassa. Ezt. Most mutogatok egy koreai könyvet, jaj, de jó, ezen vannak rikszkakszok, de miért érdekes ez? Alapvetően ez a könyv kötelező olvasmány Koreában. És érdekes, hogy ez Magyarországon nem kötelező olvasmány, pedig a fiataloknak gimnáziumba én például kötelezővé tenném. És ez a könyv pedig nem volt más, mint a Hermann Hesse-nek a Demián című könyve, ami a itthon a Helikon kiadó gondozásában jelent meg. Mindenkinek ajánlom, annak is, aki nem K-pop rajongó, ugyanis a felnőtté válásnak a kudarcait, a sötét utcáit, ahhoz, hogy tényleg mi jut el, miért jutunk el odáig, hogy öngyilkosok akarunk lenni, feldolgozza, de egy fiúnak az útján keresztül. És ezt az egészet a BTS megénekelte, beépítette, és megismertette a fiatalokkal, hogy olvassatok. Azért, mert mi olvasunk. Ez volt a kezdeti lépés. Viszont ezután nem, hogy ők kezdték el csinálni, de a kedves kiadónak is volt annyi esze, hogy ezt meglovagolja, és elkezdte kipakolni, hogy ezt mi adtuk ki, vajon hogy fogja feldolgozni a BTS. Szóval először is marketing szempontból kapcsolódik össze a kettő, viszont Magyarországon mondjon már valaki, hogy ki az, aki ekkora hatással van a fiatalokra, hogy ezt a könyvet, amit hoztam, konkrétan 2 nap alatt elfogyott az összes koreai könyvesboltból. Igen, alapvetően igen. Igen, úgyhogy ez probléma, viszont a K-pop meg ezt meg tudja csinálni, sőt, na most kérdezek tőled valamit. Neked van-e kedved ezután elolvasni ezt a könyvet? Aha. Igen, pontosan. Szóval, hoppá, eljutottunk odáig, hogy külföldön is képesek vagyunk rávenni az embereket arra, hogy olvassanak. És mit jelent az olvasás? Hova vezet az olvasás? Meg kritikus gondolkodás, pontosan. Goodreads-en is egyébként van egy konkrét lista arról, hogy a BTS mit olvas, és benne van a Kisherceg, ugye a Murakami Haruki, és tényleg eljutottak odáig, hogy a koreaiaknak 45,7%-a naponta olvas. Ehhez képest Magyarország 2020-as adat szerint 13%. Ehhez képest kicsit felhúzhatnánk magunkat, és most mutatom a legesleg érdekesebb dolgot. A mai napra már eljutottunk odáig, hogy használja a könyvkiadás marketingnek azt, hogy ezt egy K-pop idol elolvasta. Na most segítek, ugye ott a nagyobb képen az van ráírva, hogy BTS RMI Ilgun Cheg. Ez azt jelenti, hogy BTS-nek az RMI ezt olvasta. És ettől megveszik, és elolvassák. De mi ez a könyv? Szóval ugye az is fontos itt, hogy ne egy szar könyvre, a bocsánat, hanem ilyen semmi üzenet nélküli könyvre tegyük ezt rá. Ugye ez nagyon vicces, itt egy hölgy, egy kis egyébként lány, fiatal lány kapaszkodik egy tokba, nem tudom, hogy tudjátok-e mi az a tokpokki, ez egy rizs étel, ami kicsit erős,
És a könyv címe a következő. Csukkosipcsimán tokpokkinum mokkosipa. Meg akarok halni, de azért akarok tokpokit enni. Szóval ez a könyv konkrétan bestseller lett világszinten, mert arról szól, hogy meg akarok halni, mert nincsen semmi erőm az élethez, túl nagy a stressz, senki nem mondja el, hogy mi a fasz csinálj, már bocsánat, ez kicsúszott, de alapvetően nincsen út, nincsen vezető, nincsen mentor a fiatalok előtt, amik egyébként nekünk kéne, hogy legyünk, vagy a szülőknek, igen, akik megmutatják, hogy mit csinálj, és egyre több önsegítő könyv jelenik meg Koreában, hogy segítse a fiatalokat, és ez az, amit a K-poppal összekötve tényleg el tud jutni mindenkihez, és ezzel Korea megmenti a fiataljait a K-poppon keresztül. Úgyhogy összegezve hoztam még pár tényleges véleményt a diákjaimtól és az Instagram követőimtől, hogy nekik mit tanított a K-pop, és azért, aki szkeptikus a K-poppal kapcsolatban, nem vár ilyen válaszokat, hogy önelfogadást és kitartást egy populáris zenétől. Koreai társadalmi problémákat, és azt lehagytam, hogy amúgy és ezáltal felismerem az én körülöttem lévő problémákat, és más kultúrát megismerhettem így magamat is. Úgyhogy hála jó Istennek eljutottunk oda, és a K-pop eljutott oda, hogy kockahastól, hogy csak azért nézem, hogy a nyálamat csorgassam rá, eljutottunk odáig, hogy tényleg értékeket szeretne átadni a K-pop. Ezt most csak kifejezetten, nem általánosítva mondom, mert ettől függetlenül még mindig profitorientált a koreai zeneipar, és még nagyon sok banda nem erre megy rá, hogy üzenetet adjon át. És ha már tanulás, akkor itt a végére az előadásnak hoztam egy kis érdekességet. Nálunk a Kimcsi kisasszony műhelye eredetileg ezért a dologért alakult meg, hogy létrehozhassak egy online akadémiát, ahol hasonló előadásokat láthattok majd, mint ez is a mai volt, és akár nyelvet tanulhassatok olyan időben, ahol mondjuk egy magántanár nem tudna titeket fogadni, akár hajnalba, vagy amikor jól esik, annyi ideig, amíg jól esik, olyan témában, amiről jól esik. Úgyhogy ha érdeklődtök ez iránt, és szeretnétek a koreai kultúráról, a koreai nyelvről, vagy akár a koreai emberekkel való kapcsolatról többet tanulni, akkor kattintsatok a honlap címre, és jelentkezzetek. Valószínűleg olyan május környékén fog majd megjelenni ez a felület. Ez egy online könyvtár, és egy zárt csoport lesz, ahol hetente lesznek új leckék majd fent. Továbbá, mivel az időrövetsége miatt nem tudok kérdezni, pedig nagyon szívesen megtenném, hogy tetszett az előadás, most ki is került az Instagramunkra és a Facebook oldalunkra, ez a Fantasy Expo gyűjtő poszt, úgyhogy ha valakinek van kérdése, akár az előadással, akár a pultunkkal kapcsolatban, akár Koreával, bármivel kapcsolatban, ami őt éppen érdekli, akkor itt alá kommenteljetek, és én válaszolni fogok rá. Úgyhogy ennyi lett volna az előadás. Remélem, hogy érdekes témával tudtam szolgálni, vagy olyasmiről, amiről eddig soha nem hallottatok. Akik pedig igen, akkor egy kis behatást láthattak összesítőleg. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Kamsahamnida.